Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit egynapos zen gyakorlatunkon, mondjuk el az OM-nál mantrát hétszer. Éppen. Minden egyes generációja az emberiségnek föltette a saját kérdéseit. És a történelem visszatekintett, hogy az az adott generáció milyen kérdést tett fel. Nekünk milyen van. Háború után hogyan építjük újra az országot. Éhezés után hogyan eszünk ismét. Járvány után hogyan leszünk újra egészségesek? Ezek egyszerű kérdések, óriási munka van mögöttük. Feltette valaha egyetlen generáció is a kérdést, hogy hogyan ébredünk fel? Hogyan világosodunk meg azért, hogy egy jobbik önmagunkkal távozzunk, amikor kilépünk a testből, illetve egy jobb világot hagyjunk hátra a gyerekeinknek? És úgy tűnik, hogy az emberiség legtöbb kérdése, az egy külsődleges kérdés, mert névre és formára és jelenségre irányul. Ezek szükségszerű kérdések, de nem elégséges kérdések. Kiderül, hogy ha nem teszünk föl mély és benső kérdéseket, akkor a külsődlegeseket sem válaszoljuk meg helyesen. A nagyon nagy tanítók nem valami újat hoztak ide, hanem azt mutatták meg, ami mindig is itt volt, csak eddig nem láttuk. Ezek a kérdések, hogy hogyan leszünk jobb emberek, hogyan segíthetünk, ezek már befelé is irányulnak. Senki sem szereti azt, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Senki sem szeret tehetetlennek lenni. Mindenki valahol javítani akar azon, amit helytelennek, rossznak, elégtelennek érez. A zen rendkívül egyszerű ebből a szempontból, az alapokat kell megtalálni, és az emberi tudat alapja ez a pillanat. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Sok külsőleges tanítást kaphatsz, de az a leghasznosabb és legőszintébb, amely elvezet önmagadhoz, önmagunkhoz. Érdekes módon az önmagunk sokkal megfelelőbb, az igaz természetünk az egy jobb kifejezés, mint az, hogy önmagam. Azért, mert ez a Buddha természet, ez az eredeti természet, ez az egyetlen, ami közös bennünk, semmi más. Ha az avatárra, az önmagamra gondolsz, a személyre, az más. Nincs két egyforma arc, nincs két egyforma új lenyomat, nincs két egyforma lélek. És ez így jó. De önvalónk, az sokkal inkább többes szám első személyű, sem mint bármi más. És azt gondoljuk, az út elején legalábbis, hogy az enyém egy kicsit úgy fényesebb, vagy jobb lesz az. Bennem egy picit esetleg több van. Én hamarabb megtalálom. Nekem az úgy jobb lesz. Valahogy azt én jobban fogom tudni. És pont ez az én, amely egyébként a törekvésnek is a legfőbb hajtóereje, később ez válik akadályá. Ugyanúgy, ahogy a szóbeli tanítás az elején nélkül ha ragaszkodsz a szavakhoz, ez válik akadályá, mert a fogalmak útján nem tudsz a nem gondolkodás kapuján belépni. A gyána tehát azt jelenti, hogy tapasztalunk. Tapasztaljuk azt, amit nem tudunk megnevezni, nem önthetünk formába, nem érzékszervi hatás, gondolat vagy érzelem. És mégis ez az alap. Ettől lesz ez a pillanat tiszta. Ettől látunk tisztán, hallunk tisztán, gondolkodunk, érzünk, beszélünk és cselekszünk tisztán. Olyan, mint az orrod hegye. Tudod, hogy itt van, de nem látod, mindaddig, amíg egy tükör elé nem állsz. Úgyhogy ez a rendkívül egyszerű, mindig is jelenlévő, mindig is birtokunkban lévő valami az, Ahová vissza kéne jutnunk, amelyet kellő alázattal újra kéne élnünk, és innentől kezdve minőséget tudunk váltani. Le tudjuk tisztítani emberi minőségünket. Ezáltal látjuk az énség, a személyiség teremtett voltát. Ha belátjuk ezt, akkor tudjuk bármely darabját kicserélni. Bármely gondolatát, érzelmét újra teremteni. Ahogy azzal többet segítünk magunkon és másokon egyaránt. Ezért nincs új a nap alatt, mert már nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy, ahogy mondja az a költemény. De mégis rengeteg munka van. Mert a karmátnak, a meggyőződéseidnek, a véleményeidnek olyan vastag rétegét kell letakarítani erről az egyszerűről és tisztáról, hogy több száz évre elég. Sokan megkérdezik, hogy szunyim, meddig kell gyakorolni? Hát van egy jó hírem, meg egy még jobb. Olyan gyorsan éred el a felébredést, amilyen gyorsan elengeded a hamis azonosulásaidat, a téves nézeteidet, a szélsőséges haragot és kapzsiságot. Pontosan olyan gyorsan jutsz át a kapun, amilyen gyorsan ledöntöd az egoitásodnak a falát. És a még jobb hír az, hogy ebben az iparágban szeretnél elhelyezkedni, akkor mindig lesz munka. Ugyanis sokkal, de sokkal gyorsabban teremtjük újra a szenvedést, mint a felébredett tudatot. Elképesztően nagy munka egy közösségnek, egy családnak, egy társadalomnak megvilágosodottabbnak lenni annál, sem hogy a szenvedését hadhatósan újra ne termelje. Ezt főleg a XX. században láttuk, nagyon gyors körforgásban. Hogyha a háborúkból tanultunk volna, akkor már rég béke lenne a bolygón hogyha a szenvedés önmagában elég lenne a tanulsághoz, akkor már rég harmonikus tökéletességre hajozó társadalomban élnénk. Sajnos úgy tűnik, hogy nem volt elég. Bármikor azt mondhatjuk, hogy elég volt. És az egyén szintjén mondjuk is, valahogy már a család szintjén is nehéz. Évekig tartanak olyan kapcsolatok, amelyek nem jutnak dűlőre, közben gyerekek nőnek fel. Évekig kínlódnak társadalmak különböző ideológiákkal, és nem ébrednek fel. Tehát az okozatiság meglátása az, amely valójában segít, és nem pedig az, hogy nekem épp most itt mi jó, vagy mi rossz. Tehát nincs új a nap alatt, ami viszont szükséges, az sok munka, helyes irányultság, és a három legértékesebb jelenléte az életedben, a tanító, tanítás és tanítványi közösség. Ezáltal tudsz az úton haladni. Erre a három legértékesebbre minden tanító támaszkodott, akik érvényes hagyományt vagy érvényes szellemi utat közvetítettek. Ez a kettő nem ugyanaz, de jó esetben átfedést mutat. Látsz olyat, hogy valaki nagyon hagyományhű, de szellemi töltete nincs, csak formája. És látsz olyat, hogy hatalmas égő fákja az illető, de nem tud és nem is akar semmi a hagyományba belesimulni, hogy azáltal artikulálja és átadja azt, amit tud. És innentől kezdve nem csak a saját utat fontos, eddig sem csak az volt, csak azon keresztül látod, mert az életet is kaptad a szüleittől. A darmát is kapod a tanítóittól. És akkor teszel helyesen, ha mind a kettőt továbbadod. Azt is továbbadod, amit a családtól, a szülőktől kaptál, és azt is továbbadod, amely meghaladja az életet és a halált, és a szellemi tanítóttól vagy tanítóittól kaptad. Miért? Mert nem a tied. És hogyha nem a tied, akkor valami helyeset kell vele csinálni, a legjobbat kell belőle kihozni, a legsegítőbb módon kell felhasználni, hogy jobb állapotban hagyd itt a földet, mint ahogy találtad. Úgyhogy ez az irányunk, és ezt jelenti az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ez a mondat nem valami terméketlen abstrakció, hanem egy olyan imperatívusz, amely nagyon mélyre megy, és nagyon egyszerű felébredettebben távozol le, mint ahogy elkezdted az életedet. Jobb családi hagyományt adsz át az utódaidnak, vagy sem, mint amit te tapasztaltál a szüleiddel. Megvilágosodottabb társadalmat hagysz -e hátra, mint amiben beleszülettél. Ezzel lehet mérni. Tehát több szenvedéssel, vagy több boldogsággal élünk, ez egy nagyon jó eredménykimutatás. Többet szenvedtetünk, boldogítunk-e, mint korábban, vagy sem? Nézd meg! Úgyhogy az univerzum az mindig is véleményfüggetlen volt, de úgy tűnik, hogy az emberiség egyre inkább azt szeretné, hogy a saját elgondolása szerint alakuljanak a dolgok, és ez a hatalmas, humán véleményhalmaz az, ami az igazságot ugye eltakarja. A természet folyamatosan tanít minket. Pillanatról pillanatra világos az út, a tan, és hogy mi a dolgunk. És évezredeken keresztül nem veszük észre. Úgyhogy a kérdés az, hogy mennyi szenvedés elég. Tehát mikor állunk le azzal, hogy a dualisztikus elmeműködést felfüggesztjük, az énséget lejjebb visszük, az egyévállást tapasztaljuk, a tiszta tudatot elérjük, az abból fakadó minőségeket, mint bölcsesség, együttérzés és önzetlen segítség gyakoroljuk. Mikor? Mert akár most is lehet. Semmi akadálya nincs rajtunk kívül. Úgyhogy, ha ezen akadályok elmozdításában segíthetek, akkor várom a kérdéséteket. Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a az elengedés és a valami, magunkat valamihez tartás között. Tehát ha például van egy szabály, vagy kérés, ami világos és többször elhangzott, többféle formában, és még sincs foganatja, ilyenkor, ilyenkor el kell is? menni hegymászónak. És a hegymászás közben nagyon világos, hogy mikor kell megfogni a kötelet, tartani magadat. A szeghez, és mikor kell a hurokból szépen kihúzni a kötelet, és menni tovább egy következő szegig és hurokig. Tehát a karabiner nem hazudik. Ha becsatoltad, akkor tartod magad hozzá, ha nem csatoltad be, akkor szépen kibomlik, és vagy fölfelé megyünk egy újabb stációra, vagy zuhanunk lefele. Tehát egy szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle, és egy szabály működése akközben nyilvánul meg, hogy követjük. Először az ember, nézd meg, megszületünk, és a pár hónapos kisded így fogja, oda teszed a kisújjadat a tenyerébe, és így ösztönösen irákulcsa. Ez egy fantasztikus élmény. Megragadjuk a létezést, megragadjuk az érzékszervi tapasztalást. Azért jöttünk ebbe a testbe, hogy lássunk, halljunk, tapintsunk, szagoljunk, érezzünk, gondolkodjunk, izleljünk, beszéljünk, cselekedjünk. Felvettük ezt a testet, itt vannak a szerszámok. Lehet velük dolgozni. És valójában imádunk tapasztalni. Tehát olyan mélyen kódolva van bennünk, hogy megragadjuk a létezést, az érzékszervi síkot. Aztán rájövünk, van, aki már serdülőkorban, hogy itt valami nem stimmel. Nem stimmel, mert pont ezt az önmagamat, amit táplálok, meg el akarok tenni, meg énérvényesítés van, meg tudás van, meg ambíció és egyebek. Na ezt az önmagamat nem ismerem. Nem látom, hogy miből vagyok összerakva, mert annyira eltelek az érzékszervi hatással, meg a lélek folyamatokkal, hogy mindent így megragadok, és csak itt szorítom. Szorít, egyszerre mindent. És kiderül, hogy egyszerre mindent nem lehet. És akkor, amikor látod, hogy egyszerre mindent nem lehet érzékszervi síkon elsajátítani, egyszerre mindent nem lehet elgondolni, egyszerre mindent nem lehet kimondani, érezni, tenni, akkor azokat elkezded elengedni, amelyek kevésbé fontosak. És akkor megtanulom az elengedést még csak az életvitel szintjén. Tehát milyen nehéz egy gyereket kiszedni egy játékboltból, mert nem vehetjük meg neki az összes játékot. De ő mindegyiket szeretné. És meg kell tanítani arra, hogy a legszebbet, a legjobbat megvesszük, egyet, és azt hazavisszük, és a többi az vár. Tehát először a ragaszkodással van probléma, utána megtanultam elengedni, és akkor kellő tanítás, gyakorlás esetén annak a tapasztalatnak a birtokába jutunk, hogy az elengedés az jó a szabadság így jön vissza. Aztán vannak olyan egyedek, akik intellektuálisan egy kicsit túlpörgetik, és ezt az állapotot, az üresség állapotát teszik meg ideálisnak, és akkor is, amikor mondjuk meg kéne fogni valamit, vagy kapcsolódni kéne valakihez, akkor is ezt az üres tenyeret, az üres tudatot, ezt helyezik előtérbe. Mert ez olyan szabad. És a kötöttségből csak gondjaink vannak. És ekkor jön hegymászó gyakorlat, hogyha nem vagyunk ténylegesen egymáshoz rögzítve, nem tudjuk segíteni egymást. Ha nem ismerjük el az emberi kötődéseket, anélkül, hogy kóros függést varázsolnánk belőle, akkor nem tudunk -e együtt élni. Ha valaki ragaszkodik a formához, az a hiba. Valaki ragaszkodik az ürességhez, az a hiba. És az élet egyik legnagyobb mestersége az, hogy meglátod, hogy most éppen kihez milyen mértékben kötődöm, kiről milyen mértékben választódom le, tárgyilag mit kötök meg, hány raktárnyi cuccot veszek meg a különböző elárusító helyeken, és mennyit hagyok ott másoknak, legyen az övék. Tehát az oldás és kötés, a megkötés és feloldás óriási művelete ez, és ha mást nem tanulunk meg az életünkben, akkor ez már bőven elég, és ez még nagyon messze van a tökéletes és felülmúlhatatlan felébredéstől. De törekedni kell, mert a, az üdességhez való ragaszkodás ilyen nihilista, magányos elszigetelődéshez vezet, és a formákhoz, érzékszervi tapasztalatokhoz való ragaszkodás pedig hát elég gyors leépüléshez. Úgyhogy nézd meg, hogy merre megy az utad. Milyenné formálod az életed. Milyen kapcsolatokat építesz ki. És akkor látod, hogy helyesen kötöttél, peroldottál föl. Vagy sem. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy egy ideje gyakorolok otthon, rendszeresen, és uh, volt olyan érzésem, hogy, uh, hogy, volt egy ilyen összeszedettség. Kezdtem azt érezni, hogy így ráérzek arra, hogy, hogy milyen a, 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 ez a, ez, a, belső összeszedettség. Uh, és, uh, de most eljöttem ide, és gyakorlatilag, mintha minden porcikám küzdene az ellen, hogy, hogy, itt legyek. Nem Bizony. tudom, hogy ez most így, így normálisabb, vagy csak egy ilyen... Törvényszerű, de nem uh, kéne, hogy így legyen. Ugyanis ha te otthon elértél egy olyan összeszedettséget, amely neked az ott egyedül jó volt, az egyedüli gyakorlat pontosan olyan, hogy fel kell oldani azt az egyéni tapasztalást, amit otthon elértél a közösségben, és ez ellen a, az énség lázad. Nekem ott jó volt. Én olyan összeszedett voltam otthon, aki szobámba, hogy nagyon-nagyon. Aztán beviszed ide a csoportba, és vagyunk itt éppen ennyien, a tolerancia küszöbeid máshol vannak, és a gyakorlatnak más az íze, más az időrendje, és bizony ezt kell itt csinálni. Hidd el, hogy nem az első ilyen kérdés, sőt, nagyon sokat hallok, hogy otthon ment, itt nem megy. Olyan is van, hogy itt megy, otthon nem megy. Közösségben jön, és mindent gyönyörűen, mint a kis bóthiszatva megcsinál, otthon, eldobtuk az órát, nem kelünk föl, Évezzük az életet, aztán körmünkre ég a cigarettacsik, és jövünk vissza, mert át egyedül nem megy. De ha egyedül megy, akkor együtt is mennie kell. Tehát hatalmas, nagy képzés ez, mert körülbelül olyan, mint amikor egy kardot úgy kovácsolsz, hogy a tűzben is izzítod, olajban is hűtöd, vízben is hűtöd, és kettő közt kovácsolod, ahogy csak tudod. Úgyhogy szükség van az egyéni, ha szerencsés vagy családi, és csoportos gyakorlásra is. Nincs kibúvó. Egyéb kérdés? Milyen fajta önsorsrontások vannak, honnan lehet észrevenni, hogyha valaki önsorsrontást Bántott végez? Bántott valaki? Hát így konkrétan nem. Engedted, hogy bárki az életedbe belegyalogoljon? Nem. Szabotálod saját magad? Igen. Miért? Jó az neked? Nem tudom. A válasz az, hogy igen. Tehát tudunk új önsorsot rontani, hogy közben élvezzük. Ez egy hihetetlen érdekes dolog. A rosszabbik, a nehezebben látható, hogyha mások ugye, olyan pozícióba kerülhetnek ha megengedjük nekik, néha fel is kérjük őket, hogy légy szíves, az el az életemet, és mondjanak, akkor küzdök kellened, és kiderül, hogy nekem van igazam, meg te borzasztó elkövető vagy, és én meg itt szerencsétlen áldozat. De valójában ez a, ez a játék, ez arról szól, hogy csak így érezzük azt, hogy életben vagyunk, hogyha valami hihetetlen, irracionális, borzasztó statisztikai lehetőséget visszafordítunk. Tehát akkor lehet, hogy jó nekem az önsorsrontás? Nem jó, hogy... csak azt hiszed, ez a legnagyobb probléma. Annyira megszokja az ember, hogy küzd, 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 és ebben a küzdelemben érzi az erejét, az nem jelenti azt, hogy ez jó irányba megy, vagy egyáltalán szükséges. Képzeld el, régen voltak olyan malmok, ahol lovak szépen körbe-körbe mentek, és egy hámon keresztül egy rudat vontattak, és a rút pedig meghajtotta a malomköveket és hogyha a vagy egyéb ilyen helyre mész, akkor látod azt az ösvényt, amit a ló járt közben. Évekig ugyanott, ugyanabban a körkarámban így ment, 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 és középen a két kő volt, és őrölte a szemet. És a ló nem tudott már más csinálni évek után, csak körbe-körbe menni, és azt érezte, hogy úgy van rendjén, hogyha utána van kötve az a hám, az a rúd, és akkor csak az az elképesztő teher ad értelmet a létezésének. Tehát megszokta, és már mindegy volt, hogy szereti-e vagy sem, mert csak ez van. És ez az, ami betölti az életet. És ugye be van töltve az életed, és nem jut más, akkor van egy ilyen hamis teljességérzés, holott ez nem teljesség, ez lezártság. Nem tud, és egy idő után nem is akar kitörni az ember ebből. És hogyha valaki azt mondja, hogy Hali, nem biztos, hogy így kéne élned. Akkor azt mondja, hogy hagyjál békén. Nekem ez a szenvedés így jó. Nekem ez az önsorsrontás így teljes, fel tudom mutatni a világ felé, hogy én hogyan rontom és javítom magamat napszakonként, vagy hetente. Úgyhogy ennek semmi, de semmi értelme, erre egyáltalán nincsen szükség, és itt az irányt kell megnézni. Tehát ezért mondta Szunkszán, hogy ne gondolkodját -e ellentétekben, menj egyenesen. Ha azt látod, hogy a körök nincsenek felfűzve egy tengelyre, ahol mondjuk egy ilyen spirálszerű mozgással az ember a hónapok, évek alatt megy valami felé, ami nem pusztán a ciklus, hanem valami több annál, valami meghaladóbb, valami belátóbb, valami önzetlenebb, akkor tényleg csak ismételjük a ciklusokat, még akkor is, hogyha nem önsorsontó az érzet. Az önsorsontásán azt érzed, hogy lefelé mész. Ismétled a napokat, heteket, éveket, de belül egyre rosszabbul vagy, egyre kevésbé tudsz hinni benne, de egyre jobban megszoktad, még akkor is, ha ez egy olyan könnyed önsorsontás, ahol mondjuk fizikai károsulás, testi romlás nem egyértelműen vagy rögtön van benne. Csak fogysz, porlasz, múlsz, és nincs értelme, vagy csak rólad szól, és, és lezár. Úgyhogy ebből kell kitörni, és az egyik ilyen kiárat az, hogy nem magamért. Ha nem magadért teszel, akkor ez az egész ilyen önsorsontó, hiába való terméketlen dolog, ez pillanatok alatt kinyílik és elpattan. És akkor valaki mással, valakikkel együtt élsz, dolgozol, gyakorolsz, és megszűnik a negatív önközpontúság. Okay. Mit gondolsz a... A mesterséges intelligenciáról. Szerinted van-e veszélye, és ha igen, van-e az egyénnek valami felelőssége? Én most ebben az állapotban a természetes intelligenciát még veszélyesebbnek gondolom. Abból épül a mesterséges. Ilyen szempontból az még veszélyesebb lesz. A természetes intelligencia hiánya még veszélyesebb, mint a mesterséges intelligencia. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés. Azon a kérdésem, hogy mi a dolgom, hogyha a körülöttem lévő embereknek szeretném úgymond az életszínvonalát növelni, akik, hát így kicsit csúnyában fogalmazom, spirituális viszonylag nulla szinthez közel állnak, és így nem is túlzottan nyitottak az ilyen dolgokra. De miért de... szeretnél ezekkel az emberekkel bármit kezdeni? Mert fontosak nekem. Aha, tehát nem csak úgy más emberek, hanem kitüntetett kapcsolatok, úgy jellemeznéd, hogy miért fontos ez neked? Mert családtagok vagy párkapcsolat? Családtagok. Párkapcsolat, hát ez nehéz kenyér lesz. Az első és legfontosabb dolog, hogy te gyakorolj, és illeszkedj be a családba még jobban, mint eddig, legyél még jobb pár, mint eddig, és akkor megkérdezik, hogy ugyan már ezt hogy csinálod? Általában itt és itt elpattan a húr, de neked nem pattant el. Te maradtál toleráns jelenlévő, és nem robbantál föl különböző szélsőségekben. Más ilyenkor már rég veszekszik, te nyugodtan a szemembe nézel, és a megoldást keresed. Hogy csinálod? És akkor kiderül, hogy a gyakorlat az egy olyan középpontot jelenlétet ad, hogy téged sokkal, de sokkal később lehet kihozni a sodrodból, mint az átlagot. És nem lehet, és ha lehetne, sem szabad meggyőzni az embereket arra, hogy de figyelj, most annyival jobb lesz neked, menj el erre, arra, emerre, oda, meg tudod ahhoz, és akkor majd ő megmondja. Meg te akkor majd ott jobban érzed magad, és, és különben is más ember leszel, most nézzél már a tükörbe. Ez nem megy. Minden embert valójában a saját kérdéseinek a függvényében lehet tanítani. Erre mondják azt, hogy amikor a tanítvány megérik, a mester megjelenik. Az a szerencsém, hogy a zen az egy tanítóiskola. Teljesen téríthetetlen vagyok. Gyakorlatilag annyian megpróbálták, fogalmad nincs, hogy később 10 éves koromtól közép 20 éves koromig, én nem értem, mint hogy ilyen mágnes lettem volna, különböző öltözetű és meggyőződésű emberek így megtaláltak engem az utcán így könyvekkel, és egy ilyen egész buszmegállónyi ember közül hozzám jöttek oda, és fogalmam sem volt, hogy miért. És én udvariasan elbeszélgettem velük, és nem történt semmi. De ez több földrészen, tehát Amerika is, meg Európa is. Később szerzetesként Koreában is odajöttek hozzám, Ellenkező nézeteket vallók, akik azt hitték, hogy velem ellenkeznek, hogyha ők másban hisznek, és mindenáron meg akartak győzni, és nem ment. Az én tanítóm nem akart tőlem semmit. Oda tette a darmát mindenki elé, kell? Szeretnéd az utat követni? Ha igen, itt van, és nem könnyítem meg, igaz, hogy nem is nehezítem meg, épp elég a saját nehézséged, ami benned van. Ugye az út az követhető. A kérdések megválaszolandók. De valójában nem szabad győzködni senkit. Nincs mire téríteni, érted? Ami kell, az már megvan. A szemeket kéne kinyitni, nem pedig harmadik, negyedik, meg ötödik szemet hegeszteni valakinek a fejére. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Az ennek a kérdésem az előzőhez kapcsolatosan, amennyiben családtag nem kér segítséget, akkor nem is tudunk neki ezek szerint igazán segíteni? Tehát meg Tudunk kell be... segíteni, csak lehet, hogy nem mi személy szerint. Hányszor van az, hogy mondjuk egy sérdőlőkorú gyerek éppen kire hallgat a családból? És a szülőkre nem hallgat, de az egyik nagyszülőre igen. Csak ő rajta keresztül kell a gyereket kinyitni. A családi intimitás, a védelem, az a burok, amiben él a család, az akkor működik jól, hogyha a belső törvények, és a külső törvények nem nagyon különböznek. Nem engedem meg azt a családtagnak, amiből kint mondjuk baja lehet. Olyat sem engedek meg, amelyből neki később hátránya származik, és felruhatja nekem, és nem mondtad, és hagytad, csak a szeretet jegyében elgyengültél, és, és akkor velem ez lett. Azt nem szabad. És van, amikor a családon kívül kell segítséget kérni, és erre a különböző szakszolgálatok ott vannak. Tehát, ha például szenvedélybeteg van a családban, akkor ezt egy másik családtag 99,9%-os valószínűséggel nem fogja tudni megoldani, hanem ő is másodlagos függő lesz. Úgyhogy ezért kell tudni segítséget kérni a családon kívülről, illetve a családon belül elosztani azt a dinamikát, hogy ki kire hallgat. Rendben köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy van a négy bódisz fogadalomból az első, hogy a szenvedő lények számtalanak, és hogy mindegyiknek a segítségére leszünk. És én azt szeretném kérdezni, hogy én hogyan tudnék minden lény segítségére válni, mert valahogy úgy nem, nem látom át, hogy fizikailag sem. Ne kívül keresed azért, ha fizikailag főleg nem. Mentálisan igen. Mentálisan minden lény segítségére leszel hogyha te mindenkivel toleráns, együttérző, bölcs, önzetlen és segítő vagy. Egyébként ez az első fogadalom az egyik legnagyobb ilyen szerénységképző, mert amikor ezt kimondod, akkor kiderül, hogy esélytelen, hogy te akár pár tízezer embernél többel ebben az életben érdemben találkoz. Passzívan pár százezerrel találkozol, érdemben pár tízezerrel, 70-80 évről beszélünk, közelebbről pár százal, és nagyon közelről pár tucattal, és így telik el az élet. Úgyhogy mentálisan kell mindennél segítségére lenned elsősorban, és meglátni, gyakorolni azt a felébredettebb tudatot, amely mindig működik. A másik, hogyha a iparban válasz munkát, nem leszel munkanélküli. Az biztos. Egyéb kérdés? Jó. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy hogy honnan ismerem fel a függőségeket az életemben, akár kapcsolatfüggő, tehát a rossz félekötődésre gondolok itt. Tehát, hogy... Bármilyen kötődést arról ismersz föl, hogyha valaki el akarná vágni, akkor te olyan önvédelembe kezdesz, mint egy Amazon a dzsungelben. Onnan ismered föl, hogy foggal körömmel véded. Nem engedsz senkit hozzányúlni ezek a kötődések, és akár erősebb, tehát függőség, az a különbség, hogy a kötődés fölött van uralmad, a függőség fölött nincs. Az emberi kapcsolatoknak van egy olyan fokozata, amikor nők társfüggőség alakul ki. Hasonlít az alkoholfüggőséghez egyébként. Amikor a másikat kábítószerként használjuk. És ő is minket. Nézd meg, hogy mi az, amit foggal, körömmel védesz, és itt az önvédelemről van szó, nem pedig valaminek a megóvásáról, ami mondjuk nem csak rólad szól. És lásd be, hogy attól, hogy egy várba zártad magadat, attól te nem leszel inkább biztonságban, csak fogva tartod magad. Oké? Okay? Rendben, köszönöm. Szívesen. A kérdésem az az lenne, hogy saját magam és a környezetben tapasztalom, hogy nagyon sokszor képesek vagyunk a szeretetet, mint olyat a megfelelési kényszernek, fellángolásnak, ragaszkodásnak betudni, és hogy valójában mi az az igaz szeretet, és ez tanulható-e? Tapasztalható. Az, hogy mi az igaz szeretet, arra nálam sokkal nagyobb emberek sem adtak definitív választ, ezért én sem esnék ebbe a hibába. Nézd meg azt, amikor mondjuk kölcsönös boldogságként működik egy kapcsolat, mondjuk egy párkapcsolat, amikor egymás javát, felébredését, boldogulását szolgáljátok, és akkor kezdi az ember úgy érezni, hogy mondjuk a szeretet az ott kezdődik, hogy nem rólam szól. Az ott indul, hogy egy másik ember, egy másik lény fontosabb, mint én. Ez az alap. Aztán, hogy ezt a nem önközpontú, hanem más központú kapcsolatot, mivel töltöm meg, az már egyén család kultúra és egyéb kérdése. Ez itt indul. Köszönöm. Szívesen. Az Ilyen. a kérdésem, hogy párkapcsolatban átalakulhat-e egy ragaszkodás kötődésé. Ha... Átalakulhat. Persze. A párkapcsolat egy óriási kohó ahol az egoitások megolvadnak, van, amikor teljesen elpárolognak, és a személyiség pedig átalakul. Tehát egymás ízásában nyerjük el újabb önmagunkat. Jó, köszönöm szépen. Szívesen, ha jó, akkor 50 százalék. Mert nem csak jó. Tehát van, amikor kölcsönösen önsorsontó kapcsolatot tudunk kiépíteni ezek a lefelé menő negatív spirálban lévő párkapcsolatok, hogy húzzuk egymás lefelé, és élvezzük is. Tehát nagyon meg kell nézni, hogy milyen irányba megy ez. Egymás megolvasztása a szeretett tüzében az 50 Mi lesz az új öntvény? Kivé válsz a kapcsolatban, kivé válsz mellette, és ő kivé válik melletted. Így, így már száz. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy felismerhető -e, illetve mi a veszélye, ha valamit csak elengedtünk, vagy beletöröttünk? Mi legyen az? Nagyon általános a kérdésed. Hát a nem feltétlenül anyagi dologra gondolok, akár ahogy az előzőekben pár Félig még mindig általános a kérdésed. Veszteség, kapcsolat. Közelít. Párkapcsolat. Most már nagyon közel van. Név szerint? Nagyon nagy kérdés, hogy ez a párkapcsolat házasság volt-e, vagy sem. És nem a forma, hanem inkább a kölcsönös elkötelezettség foka az, ami számít. És az, hogy vesztessék, hát persze, hogy vesztessék. A párkapcsolat így a hétköznapi élet szintjén a legintimebb dolog egy ember életében persze, hogy óriási veszteség, és ha fáj a veszteség, akkor tényleg szeretted. Olyan paradox lények vagyunk, akik szeretünk boldogok lenni, szeretjük a lelki békét, és a szeretetért, az intimitásért olyan kockázatot vállalunk, hogy bal siker esetén üvöltünk a fájdalomtól. És ez is rendben van, csak ebből is ki kell tudni jönni. Köszönöm. Szívesen. Most vagyok itt először, és azt értem, hogy meditálni kell, de a meditálás, ha minden nap meditálok, az fog rávezetni a megfelelő kérdésekre, vagy hogy, vagy, hogy jobb ember legyek. Elakadok ennél a résznél. Tehát van, teljesen értem, amikor beszélsz, a legtöbbnél meg, ja istenem, már megint nem. Mint én. Hol, Tehát a legtöbbjét értem, amit Tehát, hogy... mondok, de nagyon sokszor, ja istenem. Tehát de... szóval a meditáció a gyakorl... és a mindennapi élet kapcsolata lesz az, ami a kérdéseidet tovább csiszolja. Tehát az ennek az a dolga, hogy amit te falként egóból felépítesz, azt lebonthasd, és a nyersanyagból utat építs. A különbség 90 fok, meg egy egész világ nézet és tapasztalat. Tehát te a meditáció által a tükrödet csiszolod, ennek kimész a világba, és elkezdesz működni. A működés felfed újabb vakfoltokat a tükrön, visszatérsz a meditációs terembe, megint csiszolod, felfeded a vakfoltok okait, ragaszkodás lehullik, illúzió megszűnik, vakfolt helyett sima tükörfelület megjelenik. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Hát ezért mondom, hogy ne dolgozz a karmádon, választodj le róla. Majd az magától rendeződik, ha látod. Ha nem látod, akkor akármit mókoz belül, csak újra termeled a problémát, mert a gyökérokot nem szedted ki. A gyökérok az a hamis azonosulás. Tehát a meditáció a hegyre való fölmenetel legjobb esetben is csak 50 de ezt üveghangra ki kell húzatni. Gyakorolj annyit, amennyit tudsz, amennyit csak belefér az életedbe. De utána a hegyről való lejövettel, a templomból való kimenetel és a hétköznapi élet élése, ez a másik 50 Az egyik nélkül a másik nem megy legalábbis minőségi módon nem megy. Tehát fönt, amikor Koreában ott a többiekkel együtt gyakoroltam a hegyi kolostorban, nagyon-nagyon jól lehetett látni, hogy ki milyen élettapasztalattal jött oda Annyit is ért a gyakorlata. Tehát voltak ilyen több évtizede csak a hegy tisztaságában élő szerzetesek, és gyakorlatilag hibátlan volt a viselkedés, hibátlan volt a gyakorlat, nem volt semmilyen zavar a meditációban, és ez itt megállt. Tehát ki volt ürítve teljesen. És volt, aki nagyon-nagyon sok mindent hozott föl a korábbi életszakaszából, esetleg az azt megelőző világi életéből, rengeteg feldolgozni való volt. Azok többet tanultak. Mert volt mit. Tehát ne a karmától ijedjünk meg, hanem a szemünket nyissuk ki. Azért születtünk, le, hogy éljünk, és az életet meghaladni, és nem megtagadni kell. Ez nagyon fontos. Úgyhogy a kérdéseid, azok természetszerűen úgy formálódnak újra, hogy te és a világ, újra kapcsolatba kerültök, és akkor tisztul le a tapasztalat, amikor megszűnik ez az érzékszervi, dörzsölődő, hőfejlődő mozgás, és visszatérsz a mozdulatlanba, az egységbe a tiszta tükörszerű tudat állapotában, és akkor látod igazán, hogy mit csináltál, és hogy mi az, amit még javítani kell. Hol nem tiszta a tükör? Hol nem láttad jól? És akkor új kérdések következnek ebből. Jó? Tettél egy kijelentést, lehet, hogy félreértettem, javíts ki kérlek, hogyha félreértettem, hogy kaptuk az életet, és kapjuk a tanítást, és kötelességünk, hogy mindkettőt továbbadjuk. Így van. Valami ilyesmi volt. Ez nem tudom, hogy ez. Magamra vetítve, hogy nem, nem tudok ezzel mit kezdeni. Egyik részével? Essen? De az egyik részével igen. Tehát gyerek van. Nem, pont azzal nem tudok mit kezdeni. Akkor a tannal tudsz mit kezdeni, igen, de a abszolút. családi hagyományal nem. Van olyan, hogy a családi karma vállalhatatlan. Tehát olyat, olyat tapasztalsz, hiába neveltek fel a szüleid, viszonylag jó, egyszerűen vállalhatatlan. Tehát te nem akarsz az apád nyomdokaiba lépni, pont kész. Nem vagy hajlandó sem a házasságra, sem a gyermeknemzésre, mert érzed, hogy ugyanazokba a barázdákba csúsznál bele, és nem. Az életet kapjuk a vérség, a karma a test szintjén is, és a lélek szintjén is. És továbbadjuk, akár úgy, hogy fizikailag gyermeket nemzünk, és lelkileg is, testleg is fölneveljük, ez egy elképesztő tapasztalás, hogy pedig segítünk egy már megszületett gyermeknek fölnevelődni, ez mondjuk a szülő vagy örökbefogadás de az, hogy az ember csak magának tartsa meg ezt az egészet, még akkor is, hogyha egy erre hajlandó párja van, ez az élet vége fel egy elképesztő zsákutca jelzés, és ezt azoktól tudom, akik így éltek több évtizedet. És ez nem szükségszerűen magány, csak a lélek bezárja az utat, és ugyan ő kapott valamit, de nem hajlandó továbbadni, sem a vérség, sem a nevelőszülőség szintjén. És ez nem azt jelenti, hogy a gyermektelenség rossz. Tehát én most nem ítéletet alkotok azok fölött, akik nem vállalnak sem utódot, sem gyermeknevelést egyáltalán, de valami hiányzik. Hiányzik, és főleg a túl, azt mondom, a túlfejlett nyugata az, amelyik, amelyik, azt hiszi, hogy az egyéb tapasztalatok helyettesíthetik ezt, nem, nem helyettesítheti semmi. Sem a kutya, sem a macska, sem az utazás, sem az internetezés, Értsük meg, az élet nem virtualizálható. Az életre sok szempontból rá tudsz nézni, de az élet nem virtualizálható, mint ahogy nem fogsz jól lakni egy sütemény képével. A süteménnyel fogsz jól lakni. Nem lehet a szeretetet képpel vagy nullákkal és egyekkel helyettesíteni, mert soha, de soha nem lesz ugyanaz. Mert talán erre hallhattad korábban azt, hogy a térképen nem fogsz menni, a tájon fogsz menni. Nem a szakácskönyvet fogod megenni, az ételt fogod megenni. Ha felismered mind a kettőnek a szükségszerűségét, akkor nem egy ilyen állintelligens tápcsatornaként éljük az életünket, hanem valóban továbbadjuk azt, amit kaptunk, lehetőleg egy megvilágosodottabb formában, egy, egy felébredettebb formában, és aki gyereket nevelt, az tudja, hogy nem tudja a gyereket megkímélni a szenvedéstől. Mert hozta magával, itt a világban is itt van. De egyet tehetsz ráébresztheted, hogy mi ez és honnan jön. És majd ő a saját szenvedését megszünteti. Te nem tudod. A legfájdalmasabb szülői tapasztalat az, hogy itt van két centire tőled a gyerek, és üvölt, és nem tudod megnyugtatni, mert valami benne még, még ott üvölt. És akkor egyszer csak szépen, lassan megnyugszik. A világgal való tapasztalat ugyanez. Tehát el fogja követni a hibákat, hiába tanácsolsz, tanítasz, nevelsz, néha tiltasz, vagy dühöngesz. El fogja követni, mert az az ő útja. És a legjobb, amit tetsz, hogy ráébreszteld, hogy igen, ezt az utat járod, ezt akarod? Erre mész, ide akarsz jutni? Hát az élet továbbadás az egyik elképesztő felelősség. Nézd meg a férfiak adott helyzetben remegő térdeit. Ugye? Ennek a vállalása, ha pusztán ösztönös vagy vágyalapú, akkor mindig valamilyen én problémába bele szakad. Ha teljesen tudatos, akkor esélyes, hogy a vállalás világosságának a mértékében megóvhat bizonyos hibákat. Az előfordulásukat nem, de a kiélésüket azt igen. Meddig vagy hajlandó egy adott tudatállapotban benne maradni, mert neked akkor is igazad van. Tend? Úgyhogy az élet továbbadása egy óriási feladat, de önmagában ez elégtelen, mert akkor, ha elég lenne, akkor minden szülő automatikusan bóthiszatva lenne, és a gyerekért tanúsított önfeláldozás és önzetlenség az már elég lenne a saját egoitásának a leküzdéséhez, és ez nincs így. Tehát kell ennek a tetején valami, ami arról szól, hogy meghaladó bölcsesség, és nem élet, és nem halál, és nem születik, és nem hal meg ez is kell rá. Csak úgy tűnik, hogy egy kicsit teljesebb a tapasztalás és helyesebb az út. De ez se recept önmagában. Ez, ez, te kell lesz, hogy ez jól működjön. Ehhez a kérdéshez kapcsolódva, hogyha valaki szabad akaratából dönt úgy, hogy nem vállal gyereket. Hát úgy tűnik, hogy szabad az akarata, de valójában rengeteg mindenhez kötődik a döntés, hogy nem akarja, hogy bizonyos dolgok megváltozzanak az életében, a testében, a lelkében, a, a helyzetében. Az elfogadható, hogy bizonyos életkorban az ember így gondolkodik, de aztán az is elfogadható kell, hogy legyen, ha ez megváltozik. Mindenkiben van egy biológiai óra, és ez nem csak az alvást, az ébrenlétet, a táplálkozást és az ürítést szabályozza hanem a gyermekáldás vállalását is. És ez az óra, hogyha kattan, akkor ott nincs appelláta az egyén részéről, hirtelen olyan helyzet, kapcsolat és működés alakul ki, amely radikálisan átalakítja az életet, és egy bizonyos irányba elviszi. Soha nem mond, hogy soha. És ha nem kattan az óra, akkor kattan. Egyéb kérdés. Visszakanyarod a kicsikét a szeretett témához, és most a gyermek témához is. Amennyiben mondjuk az anya azt mondja, hogy ő meg akarja tartani ezt a gyermeket, viszont az apa az nem szeretné, és az apa nem veszi ki a részét ebből a gyermekvállalásból. Ez későbbekben hogyan billenthető vissza a helyes útra, vagy kialakítható ez, ez a... az apai bűntudatról is nagyon sok regényt írtak, és lesz is még az anyának szerintem nagyobb ébresztő mozdulata nem lehet az apa felé, mint az, hogy ebbe te is benne vagy. Emlékszel arra a gyönyörű éjszakára? Tehát te is benne vagy. De nem a tiéd, mert nem akarod. És ezt a paradoxont, ha fölállítod, a férfi üvölt. Üvölt. Mert tudja, hogy benne van, de ő nem akarja. Hát akkor legyen meg az ő nem akarása, mert akkor nem az övé. Az ilyes féle apák akkor tudnak jól működni a szó legrosszabb értelmében, hogyha tudják, hogy az övék és csak az övék, de ők közben 14 ezer kilométerre valahol vannak. És a játékaikat játszák. De hogyha ez a paradoxon, ha nincs jelen, nem figyel rá, nem szereti, nem táplálja, nem neveli, akkor valójában nem az övé. Biológiailag ott van benne, egy pár mikrogramnyi DNS, és itt ő megállt. Na, ezt egy normális férfi vagy apai egoitás nem viseli el. Sokáig nem viseli el. Tehát szembesíteni kell a helyzettel. Akkor nem az övé. De úgy, hogy mégis benne van. És ez ki fogja billenteni annyira, amennyire kell. A gyerek meg világos, hogy egy pótapát fog keresni magának, és nézd meg, még akkor is, hogyha nagyon jók a szüleink, nem minden szerepet tölthetnek be az életünkben, és akkor van -e a szellemi apánk, a biológiai mellett, van olyan anyuka, aki sokkal jobb nekünk bizonyos helyzetekben, mint a saját, és akkor ezt a szülők is fölismerik, és azt mondja, hála a jó Istennek nem mindig minket nyűztet, hanem valaki egyébhez is tud kapcsolódni. Ez teljesen természetes. De az alapvető emberi felelősséget a szabadság következményeként, a szabad döntés következményeként a lehető legnehezebben fogadjuk el, néha anyukák is. Tudom, amikor már megy a klinikára második trimester közepén, hogy hogy ennyi volt, és utána pedig visszafordul a kocsival, és a gyerek később elmondja, hogy na, anyuka, akkor volt halálos félelmem. Nem már jött a tű felém, csak 200 méterre tőle visszafordultál. Úgy. Ezt egy legjobb barátom mondta el, hogy ilyen harcművész meg minden lát, és ö, talán azért is. De adott év, adott hónap, adott napján halálfélelme volt, és egyszer az anyuka elmondta, hogy hát édesem, akkor mentem épp a klinika felé, de aztán úgy döntöttem, hogy megmaradsz. Így. Ilyet tudunk tenni egymással. Köszönöm. Szívesen. A legutolsót uh, folytatnám. Uh, mi van akkor, hogyha ez a gyermeket uh, megszületik, és ez a tudatalattiában ez a program beül? Az zen mit tud? Uh, Milyen ebben? program? Hát például az, hogy nem vállalható, vagy a szülők nem örülnek neki, és mégis megszületik. Akkor is beépül a tudatába, ha nem születik meg. Csak akkor egy másik testbe viszi át ez az indító program, az az érdekes, hogy ez szinte szimmetrikusan már, mint hogyha látná fölülről, de a fogantatás előtti kilenc hónap, és a fogantatás utáni 9 plusz egy hónap, az így egyben egy olyan másfél év, ami a gyermek lelki és testi formálásában alapvető szerepet játszik. Ugyanis az a program is beleépül, ami a fogantatásához vezet. És nem csak az, ami az után történik. És világos, egy hordozza. Hordozza, és hogyha nem sikerül az egyik inkarnációban, akkor egy másikban fogja tapasztalni. Köszönöm szépen. Szívesen. És vigyáznunk kéne egymásra, ebből Szerintem ez kiderül, de eddig nem nagyon sikerült pár ezer év alatt olyan kultúrát kiépíteni, ahol tisztán látnánk a, Két hosszú és a két rövid bardó működését. És itt a két rövid bardó egyikéről van szó, a születés, a megszületés bardója. És mivel ezt nem kezeljük rendesen, ezért a másik rövidtől félünk, haláltól félünk. Hogyha ezt jobban csinálnánk, felébredettebben csinálnánk, akkor sem az élettől nem félnénk, sem a haláltól nem félnénk, hanem egyszerűen átmennénk a küszöbön és akkor az élet, a testben lét, a két hosszabbik bardó közül az egyik, a testben lét is jobban tudna működni. Hát nézd meg, hány embernek kell különböző terápiákra járnia csak azért, hogy a születésnek a körülményeit végre dolgozza fel. Hogy másképp tudjon viszonyulni a párjához, vagy a gyerekéhez, és mindazt, amit a tudatalatiában visz traumaként, azt fel tudja valahogy dolgozni, el tudja engedni, meg tudja szüntetni az ezzel való azonosulást, ne ezeket a mintákat kövesse. Hát az ebből való felébredés, ez alapvető emberi kötelességünk. Szabad úgy gyereket vállalni, hogyha azt érezzük, hogy a saját megoldatlanságaink, problémáink, azok még elborítanak minket, és nem igazán sikerült még ezzel mit kezdeni. Ha erre várnánk, hogy ezek így kicsikét csökkenjenek, akkor hát mint a bibliai metusélag olyan két 300 400 év, és akkor már olyan kicsit jobbak vagyunk, és na, hát ez nem így megy, ez úgy megy, hogy tudsz -e magadból egy olyat kovácsolni, amit mondjuk apaként prezentálhatsz a gyereknek. Magyarul tudsz-e változni a gyermekvállalás hatására? Hát itt az aktív apukák elmondhatják neked, hogy a változás volt az, amikor egy napon anyuka azt mondta, hogy mm, nem jött meg. De már a második. És kihoz egy ilyen kis keskeny valamit a fürdőszobába, és oda teszi ellét hogy látod? Ez itt elszíneződött. És fogalma sincs apukának, hogy most ez ténylegesen mit jelent, és a gyöngéd mosolyokból láttam, hogy akik ezt átélték apukával, ott elkezdődött a személyiségformálás egy újabb szakasza, ráébreszteni arra, hogy édesem, most apa leszel, úgyhogy tessék újra programozni a csakrákat elsőtől az utolsóig. Tessék másképp működni, felnőni a feladathoz, van rá kilenc hónapod és egy pár heted, nyomás. Ha eddig tudtad, ezután is tudni fogod. Cselekvés kell. És ehhez pedig egy újjáalakulás. És innentől kezdve az, hogy te neked mennyi problémád meg, belső megoldatlanságod volt, mind a szeretet mágiára tett föl, és az lesz a tüzelőanyag. Tehát nem a megoldatlanságokat kell továbbadni, vagy a problémákat, hanem az abból felszabaduló tanulságot, szeretetet, odafordulást és egyebet. És ez nem idealizmus. Tehát nincs probléma nélküli ember, különben nem születtünk volna ebben a testben erre a bolygóra. De nincs olyan sem, aki ne tudna fölébredni, és ne tudna változni. És ne tudná mondjuk a hatalmas adósságait valahogy ledolgozni. És valami egyebet adni a gyereknek, mint amit ő kapott a saját szüleitől. Itt van a különbség. Tudsz-e mást adni, mint amit kaptál? Tudsz-e jobbat adni? Tudsz-e felébredettebben élni, mint apádék? Ez a kérdés. Hogy amit mondtál, hogy, hogy tudsz-e mást adni a gyerekednek, mint amit te kaptál a szüleittől. De még most nem érzem egyelőre azt, hogy Majd ebben fogod. én biztos lennék. De hogy ez párhuzamosan mehet, az a kettő, hogy a gyereket is, nem tehát tud a gyerek megvan menni. nevelem, és egyébként... Nem tud másképp menni. Tehát nézd meg az ember tragédiáját. Ádám és Éva egyik utolsó párbeszéde a szín szerint, hogy anyának érzem, ó, Ádám, magam. Erre mit mond nincs -e teremtésben vesztes, csak én. Tehát feket adni a... Figyeld meg, madács tudott valamit. Érted? A fősőbb ember küzdj és bízva bízzál. És az utolsó szalma még egy kicsit, hogy csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Na de... Mi, miért van ez? Hát megszületett az utód, és rájön ő saját maga, hogy na, most már az idő nem neki dolgozik, és ő már kifelé megy. Az utód jön befelé. Már ő a fontos, nem én. Én hamarabb halok meg, mint ő. Hát ezek mind-mind ide becsattognak a pszichébe, és jobb is, mert ettől még a maradék infantilizmusunk is elmúlik. Úgyhogy te ne akarjál tökéletes lenni csak dolgozz -e azon, hogy jobban neveld a gyerekedet, mint ahogy téged neveltek. És az összes ilyen problémát tényleg a szeretet mágiára tessék föltenni és elégetni. A család és a gyerek témához kapcsolódva az lenne a kérdésem, hogy hogy tudom megállapítani azt, hogy mit kéne érezzek, hogy a, az én egoitásom, vagy ez a szülői szigor és szeretet, hol bálik ketté? Az Nagyon a... jó kérdés. Pároddal van egyetértés ez ügyben? Vannak különbségek, de általában egyetértünk. Jó. Akkor az egyik legnagyobb probléma az, nem probléma, hogy apu és anyu különböző normarendszert akarnak követni. Tehát a saját elgondolásuk az az elsődleges, és nehezen kötünk kompromisszumot abban, hogy mit engedünk meg a gyereknek, és mit nem. Az én szüleim nagyon jó diagnoszták voltak, mert mind a kettő orvos volt, és soha nem vitatkoztak előttem. Tehát, olyan egységes szülőkép volt, és olyan működés, hogy a mai napig hálás vagyok nekik. Tehát a normarendszert, a család etikáját és moralitását azt bizony apu és anyu közösen ki kell, hogy dolgozzák. Ez általában az együttélés természetes folyamánya is. De a gyerek léte az még jobban benyomja a szükségszerűség gombját, hogy na akkor most ezt a problémát hogy kezeljük? Gyerek, sír, akkor fölvesszük, vagy nem vesszük? Éhes, most rögtön enni adunk neki, vagy kicsit hagyjuk ordítani. Tehát ez egy, ezek alap dolgok. Később pedig, hogy a világgal, hogy találkozik, és mit engedek be az otthonba a világból. Húsba vágó. És itt a végeredmény, ami nem végeredmény, csak részeredmény. Az mindig a gyerek állapota. Ha anyuka elgondolása érvényesül, mi lesz a gyerekkel? Ha apuka elgondolása érvényesül, mi lesz a gyerekkel? Mert a gyerek az karmafüggő, de véleményfüggetlen. Látod a különbséget? Te neked bármilyen véleményed lehet magadról, a párodról, a gyerekedről, de van egy olyan működés, amely nem véleményfüggő. Tipikus példa, hogy ott van a kisded, másfél éves ajtó mögött a gyermekszobában, apuka és anyuka a konyhában halkan összevitatkoznak, és a gyerek elkezd sírni. Nem a hang alapján. Itt, ami van. Tehát, hogy milyen elképesztő módon függünk egymástól, főleg a családban, ezt a lélek közösséget nagyon gyakran nem éljük meg a maga és nem látjuk át és itt egyenlő mértékben ludas anyuka és apuka. Tehát máshol vakok, de egyenlő mértékben tudják ezt az egészet akadályozni, és nem a gyereket látják, hanem az ideájukat látják a gyerekben. Saját maguk egoitását szeretnék viszont látni benne, és nem pedig önálló útján segíteni, hogy az legyen, aki ő valójában. És nagyjából ez idől el. Tehát, hogy milyen nevelési stratégia van, az a papír szerint teljesen mindegy. Hogy a gyerekkel mi történik e közben? Na, az húsba vágó. Kivé válik ezáltal? Ez a döntő. Nem az, hogy én mit gondolok róla. Az lenne a kérdésem az előző kérdéshez még kapcsolódva, hogy hogyha összevitatkozik a apuka-anyuka, akkor az nem jó a gyereknek, mert fölsír ha én elengedem ezt, hogy nem vitatkozok azért, hogy neki jó legyen, az sem jó, mert én attól még nem értettem egyet anyukába. Nem azt mondtam, hogy rossz, hanem azt jelenti, hogy ha apuka és anyuka vitatkoznak, akkor a közelben lévő gyerek fölsír. Ez így van. Apuka és anyuka vitatkozzon úgy, hogy az a gyerekre a lehető legkisebb hatással legyen, mert ezek a viták elkerülhetetlenek, de ebből az erőtérből rakjuk ki a gyereket addig, ameddig nem rendeztük a sorokat. Muszáj. Ha kell menjünk el sétálni, nagymami, nagypapi pár órára átveszi a kölköt, és akkor ö, kifocizzuk magunkból ezt az egészet. De gyermekkel közös energiatérben ez romboló, tehát a gyereket fogja rombolni. És ez egy akkora kényszer a szülőnek, hogy nem tehetem olyan mértékben ide van láncolva hozzám, szívtől szívig, én mozdulok, ő is mozdul. Boldog vagyok, ő is boldog. Viszont, ha ő boldogtalan, én is boldogtalan vagyok. Döbbenetes az a fajta lélekközösség, amire rájön a szülőpár, hogy most milyen felelőssége van. Mert teljesen rajta múlik, hogy ez a kisded milyen gyerek lesz később. Teljesen. Olyan formálhatóak az a nulla és három között, mint a plazma. Nem szilárd, nem folyékony, nem gáznemű. Amivé teszed, az lesz. A nulla és három év közötti elképesztően formatív időszakot nagyon gyakran nem vesszük észre, vagy nem jól vesszük észre. Úgyhogy a lélek közösségre, a tudattól tudatig való áthatásra nagyon oda kell figyelni, és nem traumatizálni a gyereket. Hozott ő magával eleget. Majd megmutatkozik szépen. Évgyűrűről évgyűrűre. Majd mutatja, hogy milyen karmája van. Várj csak ki kapcsolódom a témához. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire írhatók át ezek a korai dinamikák. Mert én azt látom, hogy alapvetően nem kerülünk már olyan szoros kapcsolatba, amikor felnőttek vagyunk. Pontosan. Ezt minél korábban veszed észre, annál jobban átírható. És Szunkszenzen mester mindig a kérdés gyökerét válaszolta meg, és nem pusztán a kérdést magát. Nagyon sokszor történt olyan, hogy a kérdés mondata és a válasz mondata úgy nem találkozott látszólag, de amikor szükségszerűen a kognitív diszonancia miatt te föltetted belül a kérdést, hogy miért mondta ezt az öreg? Félreértett? Nem. Jobban értett téged, mint te magadat. Tehát a kérdés gyökerére válaszolt, és nem a kérdésre magára. Na, ha ezt a képességet kifejleszted, akkor a gyerek nem csak szeretni fog, hanem mélységesen meg fog benned bízni, mert te jobban ismered őt adott ponton, mint ő saját magát. Ez sok évig így van, de a nulla és a három között a legintenzívebb ez a formatív időszak. És hogyha meglátod, hogy mire van szüksége tényleg, lelkileg, testileg, és azzal törődsz, főleg a lélek kapcsolattal, de a fizikai résszel is, az viszont 10% a lélekhez képest. Akkor nagyon fog szeretni, mert érzi azt, hogy tényleg az anyja vagy, és tényleg számíthat rád, és tényleg lélek közösség áll fönt. És tanítod, segíted anélkül, hogy az egódat beletennéd. Nagyon nehéz. És akkor őt látod, nem a véleményeit, nem a dualitásait, hanem létünk legmélyén szívtől szívig kapcsolódunk. És ez behelyettesíthetetlen. Ez felcserélhetetlen. Tehát én először az én gyakorlat közben spirituális intimitásként éltem át azt, hogy 90 napig együttülök ülök emberekkel, nagy részükhöz hozzá sem szólok a szabályok szerint, olyan erős kapcsolat lett közöttünk, mint bármilyen más család több évtizedes testvériségében. Ez átélhető, és én kívánom, hogy minél többen éljük át. És a vér szerint itt pedig meg kéne tudnunk tisztítani teljesen érdekmentes és véleménymentes kapcsolattá, amely viszont elképesztően szoros, elképesztően tükröző. Nagyon sokszor hallod azt, hogy a szülő megmondja a gyereknek, hogy kicsoda. Hogy te ez vagy. Látod? ez vagy. És nem teszi föl a kérdés, hogy látod, ez lehet, szeretnél? Tehát a kérdés kinyit, a kijelentés rámutat, a dogma börtönbe zár. Úgyhogy ne adjuk át a saját éves nézeteinket a gyerekeinknek. Se a haragunkat, se a kabzsiságot, semmit. Amennyiben megismerted magadat, annyiban tudod őt is segíteni abban, hogy megismerje önmagát. És akkor ebből, a, ebből az elképesztő egymáshoz tartozásból nem ilyen nagyon nehéz, ólomszerű kötelékekkel bíró ragaszkodás lesz, hanem valami, ahol segíthetjük egymást az úton. Én azt kívánom, hogy mindannyian éljünk egészséges, családi, közösségi és párkapcsolat életet, ez viszont az egyénnek kell változni. Az egyén az alap egység. Ha nem dolgozunk magunkon, akkor ez a másik három karmaosztály sem fog fejlődni. Én örülök, hogy eljöttetek. Kívánom, hogy a hosszabb elvonulásokon is együtt gyakoroljunk, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.